indulunk a reptérre. Na, keressük a mamát. Ott látok egy busz megállat. Hol a mama? Itt. Itt a mama. És ahogy korábban említettem, íme itt is lenne a harisnya, megkaptam. Ezzel kellett menni egy ilyen gyógyászati segédeszközboltba, jó korán, hogy még a lábak ne legyenek vizesek, és egy jó dolgozó mérte le a talpamat körméretre, a sarkamnál, a bokámnál, a vádlimnál, tehát mindenhonnan vett méretet, mint itt látszik is, hogy pontosan olyat tudjon adni, ami nekem megfelelő lesz. Én a 4-es méret kategóriába estem. Lehetett választani több szín közül, én ezt az egyszerű barnát választottam, illetve azóta irattam még egy másikat is, mert mint látjátok, ez egy térdigérő modell, de nyáron, amikor ruhát hordok, akkor nézzek már úgy ki, mint egy futballista, egy térdigér, mert ő meglepetésemre a könyvben benne volt a magyar nyelv is. Itt látható, hogy milyen is ez a CCL2-es harisnya, illetve az ott dolgozó hölgy egy ilyen gumikesztyűvel húzta rám, hát másképp nem is lehet felvenni egyébként, mert annyira-annyira szoros, szóval igen, kell hozzá a kesztyű. Mosni pedig egy ilyen speciális sportruházathoz való mosószerrel szabad, és öblítő egyáltalán nem érheti. Hát, hogy láttátok, mama megérkezett sikeresen, igaz, késett a gépe, boldogság meg minden. Épségbe hazértünk a reptérről is, elmentünk, ott nem kameráztam tegnap be a városba, csajok fagyiztak, New York keresztek, Tubajtuba voltak, tök jól el voltunk, este filmet néztünk, stb. Ma délelőtt láttátok, megkaptam a harisnyámat, amit egész nap kell hordanom. Holnapra beterveztünk egy frankó kis kirándulás Bremerhavenbe, a tengerpartra, mert hogy holnap még szóba jöhet, mert sütörtöktől mondja a rossz időt, a nagyon rossz időt. Egy hétig, nem csak itt nálunk, 200 kilométerre is olyan lesz az időjárás. Eső, szél, úgyhogy valaki rá tud nézni, nézzen rá. Szóval még holnap lenne esélyünk menni, aztán nem. De nem állunk túl jól, az a nagy helyzet, és nem is fogunk valószínű menni, ugyanis Dorina ma úgy ébredt ilyen 10 óra körül, hogy nagyon görcsölt. A hasának a bal oldalát fájlalja, ahol elvileg szervek nincsenek, tehát nincs epe, nincs máj. És kétszer fürdött, hát ha ellazítja a meleg víz, nospa, kolagol, algopirin, semmi nem segít, most már délután 4 óra van, úgyhogy apa elvitte a kórházba, mama velük ment, én itthon maradtam, mert Mancika nincs itthon, és csak bízom abban, hogy nem vakbélgyulladás, vagy valami ilyesmi, mert hogy alig tudott felegyenesedni, szóval nem állunk túl jól, nesze neked nyer meg szabadság, meg itt a mama, már kapásból a második nap ilyen problémák jönnek, Nagyon bízom benne, hogy nem vakbél. Azon gondolhatunk, hogy mit evett tegnap, de hát semmi különlegeset nem evett. Rizsók volt az ebéd, zöldségleves, azt vasárnap főztem. Estére tonhalkrémes szendvics volt, ma reggel sima szendvics volt, és ma giroszt csináltam, és már abból se evett, mert hogy fájlalja a bal oldalát, ja, meg némileg a derekát is. Szóval enyhe hányingerről számol be, azt hittük, hogy gyomorrontás, vagy valami. De hát amikor ez 6 órán keresztül nem múlik nagyjából, akkor azért az ember gondol másra is. Vagy legalábbis mi ilyenek vagyunk sajnos, hogy mi gondolunk másra. Mindegy, az a biztos, ha megnézi egy orvos. Szóval, hát az időjárás meg lehetne jobb, mert komolyan mondom, szegény mama is idejön, és akkor mindjárt szakad az eső most megint. Holnapra még mond némi nemüleg jó időt, olyat, ami esőmentes, de aztán onnantól kezdve esőt. Úgyhogy, és ma reggel is kamionra keltünk, képzeljétek el. Úgy kellett szólni, hogy eljön el, legyen kedves a kapu kijárunkból, mert mennénk el itthonról. Ablakokat hoztak, ugyanis kiderült, hogy ahol fent az emeleten volt a gyerekeknek a gyerekszobája. Tudjátok, melyik volt a gyerekszoba, amikor fent laktunk, meg a számítógépes szobánk. Nagyobb tetőablakokat kell beépíteni. Abba a kis szobába is, ahol a futópad volt, és a számítógép is, ahol a gyerekeknek volt az íróasztal a tetőablak alatt, oda is egy dupla, akkor a tetőablakot kell beépíteni, ugyanis állítólag gyerek olyan szobában nem tartózkodhat, ahol nincs elég fény. Gondolom, hogy elő van neki kérve, hogy mint ahogy per négyzetméter mekkora kell, hogy legyen egy gyereknek, ugyanúgy a fény is elő van írva, hogy mekkora fény legyen egy adott helyiségben. És képzeljétek, hogy ablak lesz cserélve, vagy hogy nem fogunk beállni az autóval ide. Kertünkben nagy rápottyanyom valami, hogy bontják ki most ott fönt
a dolgokat. Szóval itt ilyenek történnek. Na jól van, megyek, aggódom tovább, megnézem, apa írta már, hogy esetleg valami orvossal sikerült-e beszélni. Levert a víz, komolyan mondom, 5 óra van, közben idegességembe ki is vasaltam, mert nagyon izgulok, már 1 óra eltelt, annyit kaptam, hogy apa azt írta, hogy már bemennek, várnak a vizsgálatra. Küldött egy fotót, mama is közben rám írt, hogy most mentek be, és ennyit tudok, meg annyit, hogy a Manci most jött haza ebbe a pillanatba, itthon hagyta a rollerét, mert hogy inkább a barátnőjének az elektromos... de sötét lett. A barátnőjének az elektromos rollerével mennének tovább, mondtam, hogy jó, van, tök mindegy, akkor menjetek azzal, aztán akkor hagyd itt, úgyhogy itt hagyta az új lenyomatait is az üvegen, meg oda ledobta a rollerét. Ennyi. Úgyhogy most aggódok, 5 óra, és még semmit nem tudok. Das ist so ein Schrotthaufen außer der Luft. Bitte? Das ist ein Schrotthaufen außer der Luft. Okay, aber das ist eine kleine Geschichte hier. Eine sehr kleine Geschichte. Sehr kleine? Sein. Aber ja. Die Stadt ist schon kaum 100 Jahre alt. Das ist doch nichts, das ist doch nichts. Was sehen Sie da an der Architektur? Ja, die haben einen Riesenhafen, aber da bleibt ganz wenig Geld für die Leute, die weniger haben. Az a nagy helyzet, hogy nagyon rossz idő van, ma már csütörtök van, ma van itt a mama a negyedik napja, be van borulva, de elmegyünk gördeszkázni, legalábbis Mancika megy gördeszkázni. A Dorina, meg a mama, meg mennek vásárolni, igaz? Aha. Csináltam egy frankó kis hűtős lángost, azt betettem a hűtőbe, hogyha megjövünk este, akkor ott figyel lent. Akkor tudok egy kis lángost csinálni, még ha az idő nem is ilyen nyárias, de a lángos az mindig jó olyan, szóval kikerült a tegnapi legújabb hűtőmágnesünk. A hűtőre voltunk Bremerhavenben, megnéztük a, már láttuk ugyan a másik tenger alatt járót, de megnéztük, 5 év után visszamentünk oda is. Mama tök jól érzi magát, köt nekem egy szuper ruhát, majd megmutatom nektek, hogy miatt, viszont veszem most én is a csukámat, mert már mindenki kint van, igazából már csak a védőfelszerelés van bent, majd még lehet, hogy mutatok egy kis részletet. Dori, nem hol vagy, kész vagy? Oké, mehetünk akkor. Itt most szabadon tudsz gyakorolgatni. Na, hajrá, Mancika! Közben elkezdett szemeregni az eső. Nem látszik a szemüvegemen. Ugye? Ezért voltunk tegnap fent a tengernél, mert hogy Máton mondta az esőt. És egy hétig, szóval... Még örültünk, hogy a mama úgy van itt, hogy jó idő van, mert általában ősszel szokott jönni, vagy tavasszal, most meg ugye nyár van. De az elkövetkezendő egy hét az esős lesz, szóval nagyon sok felé nem kell menetelni, bár még van egy-két tervünk, hogy hova mennénk. De mentünk már eleget, ugye a héten. Hát eleve hétfőn jött. Hétfőn lecsavartunk egy 240 km-es Dortmundot. Aztán kedden vásárolni voltunk, meg kedden kaptam meg a harisnyámat. Teendőkkel együtt szinte el is ment így a nap. Tegnap szerdán voltunk ugye lent megint az Északi-tengernél, az oda-vissza volt egy mennyi? 400 pár kilométer, azt hiszem 200,
200-ra volt? 200-ra volt. Akkor ja, nagyjából. Ma pedig ide jöttünk ki. Ahogy mondtam nektek, elment Dorina a mamával, elmentek csavarogni, egy kis boltot járni, aztán majd csörögnek, és akkor jönnek ők is ide. Hát az volt a terv, hogy a mama majd kiül ide a focipályára, vagy minek hívják ezt, nem tudom mi ez focipálya. És akkor kötöget, mi meg el vagyunk, itt beszélgetünk, el leszünk, de hát egyre jobban esik az eső. Úgyhogy nem tudom, hogy lehet, hogy még mi fogunk értük menni a bolthoz, nem ők ide. Akkor úgyis el lesznek egy jó darabig. Na mindegy, terben volt még egy Wuppertálozás, egy Detmoldi múzeum látogatás, de ezek mind szabadtéri programok, azért egy kicsit megkeseríti az embernek a kintlétét. Bár nem vagyunk cukorból, tehát nem az, mert engem aztán ugyan nem zavar, csak nem mindenki szeret elázni. De most egy Wuppertálba akkor mennék mondjuk messzebbre, amikor jó idő van, ha már az ember elindul. Hát jó, mert hogy ez is mennyi? 200 kilométer? Nem, annyi nincs. Düsseldorf se volt 200. Volt 200 Düsseldorf? Nem tudom, a körül van minden, de hát most... Ott van alatt a környéke. Ha az ember nagyot megy, meg egész napra tervez, akkor nem akar esőben lenni. Hát ez van. És azt itt egy picit megállunk, hogy belefér. Persze. Ez nem para tényleg, azért annyira esik, de ugye szemüvegemmel látszik. Amúgy langyos eső esik, szóval annyira nem vészes. Persze. Szemüvegeseknek rossz egyébként, amikor így bepöttyöződik, de... Önmagában az se zavar, hogy a hajam egy picit, hogyha olyan megázik. Eddig még egyszer se esett el. Nem, egyébként marha jó egyensúly érzékeny. Biztos hanyat vágnám magam, hogyha el kéne lépnem egy ilyen deszkára. Vigyázz vagy. Now it's time to marinate. And right after we're done, I like it when you're looking like that. Don't like it when you're checked. Közben úgy döntöttünk, mivel egyre jobban elkezdett esni az eső, hogy elég volt. És még a mamáék is ideértek. Na, mit sikerült venni? Meséljetek! Szerettem volna úgy összevágni a vlogot, hogy ne csak az legyen benne, hogy merre jöttünk, mentünk abban a 3 hétben, amíg a mama itt volt, hanem úgy legyenek itthonról is pillanat kis videóbejegyzések. Itt éppen azt láthattátok, hogy aranygaluskát készítek, szokásosan tökéletesre sikerült, apának az egyik kedvenc étele, nagyon-nagyon szereti. Úgyhogy ezt mondta is, hogy gyakrabban csinálhatnám, mert ő ezt szinte minden nap meg tudná enni. Illetve vacsorára készült még hűtős lángos. Ezt már régebben mutattam egyszer a csatornán, és nagyon-nagyon sokan el is kértétek a receptjét. Nagyon jó, mert csak be kell dagasztani, bedobni a hűtőbe, és akkor ehettek lángost, amikor csak akartok, ugyanis egy hétig eláll akár a hűtőben. Nálunk most nem bírta ki egy hétig, 2 nap alatt megettük vacsorára az összeset. Nagyon-nagyon finom ez a lángos, kívül ropogós, belül puha, nem kell kelezgetni, tényleg tökéletes, aki szereti a lángost, annak ez a recept, úgyhogy a leírásban megtaláljátok. Mi felnőttek sajtos tejfölösen ettük, Mancika nutellával, Dorina pedig hát nem esett messze az alma a fájától, lekvárosan, ugyanis régen én mindig lekvára lettem. Itt mutatok egy kis pillanatképet, hogy rengeteget voltunk a teraszon kint, habos kávéztunk, esténként általában bekuckóztunk és filmet néztünk, mama még sosem látta ezt a sorozatot, közben ő kötött, én pedig nekiálltam horgolni a világító tornyot, amit írtak Mancika a levelében, hogy szívesen fogad majd az osztály minden olyan dolgot, ami egy kicsit is a tengerrel kapcsolatos, és így teltek az esték, na de nem csak filmeztünk, meg csavarogtunk, hanem rengeteget játszottunk is. Itt benne fogok hagyni valós idejű felvételeket valós hanggal, tehát nem hanggal elmondással, majd mindjárt nektek. A 2 kedvenc játékunk került elő, a Cluedo és az Uno, ezekkel mindig remekül el tudunk szórakozni, a mamának is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy fogadjátok akkor itt szeretettel ezt a pár kis apró bejegyzést, a játékról. Dorina, te? Dorka, Dorkánás nincs. Belterem Green és... Belterem Green és... Melyik? Belterem Green. Tippelni fogok ám.
Nincs, nem. Nálad egy is nincs. Tippelni fogok. Még nem. Nincsen nálam se bálterem, se green. Tétszés. De az eszközi az. Oké, tippelek. Bálterem, green és olmofot. Oké. Akkor nézd meg. Nézd meg, és ha az van benne, akkor fordítsd fel, hanem akkor tedd vissza. Megnyertem? Oh. Megnyerted! Gratulálok! Ügyes vagy! Az szavar meg. Az első, az véget ért. Klumtör. Féliket klumtör. Ja. Onnan tudtam, hogy Manciás... Megnyerted! Onnan tudtam Manciás, hogy ő bevágta a halt. Na, szuper! Ügyes vagy, Dodó. Teljes van. Éppen túltörs, hogy látom. Nem kell kukkolni. Ez enyémet? A manon. Igen! Ez jó lesz. Húzzá nekem egyet, Dori, ma. Most vettél? Igen. Én húzod neki. Pont a jó múltkori videóban mondtam nektek a bevásárlásnál, hogy nem hoztunk haza gyümölcsöt, mert hogy volt még itthon áfonya, alma, és hogy inkább kimegyünk frissen mindig, hát igen. Mostanában így szoktuk, hogy frissen hozzuk mindig haza dolgokat, mert hogy... És most is erről beszéltem nektek, hogy nem faljuk föl az egész dobozzal, pedig, várjatok, mindjárt mondom, 40 deka összvisz az eper, cirka 40, de nem faljuk föl, és ez másnapra már van, hogy bizony szőrtereszt. Na mindegy, és akkor ilyenkor érkezik haza a saláta, illetve itt láthattok egy szeletelt kenyeret, az frissen volt sütve, alma, illetve ubi, megérkezett még dinnye. Na meg a cseresznye. Szóval így jobb haza hordani, ez is egy következő adag, mert így akkor mindig friss gyümölcs van itthon, hogyha az ember többször elmegy a boltba, és akkor ezt frankón megengedem vízzel, és akkor át lehet pörgetni, lemossa róla a homokot, vagy éppen ami rajta van. Az ilyen apró magos dolgokkal mindig ezt szoktam csinálni, áfonyával is, málna, eper, hát ami így belefér. És ennyi. És el is érkezett itt nagyjából az első hétvége, amit a mama nálunk töltött. Itt pedig ellátogattunk egy oldtimer autós találkozóra. Ugye hét közepén voltunk Bremerhavenben a tengeralattjárót megnézni, és ugye a városból pici részleteket. Az is nagyon-nagyon tetszett a mamának, és tudtuk nagyon jól, hogy a régi autókat is szereti, szívesen nézegeti ő is velünk együtt, így egy tökéletes programnak bizonyult, mert az időjárás nem volt annyira túl jó, hogy az ember bárhova is csak úgy el tudjon menni. Itt látható talán az autóknál is, hogy felhős volt az égbolt, nem volt túl meleg, a járókelőkön is látszik, hogy nagyjából be voltak öltözve a fázósabbak. Én is ezennel kicsit fázósabb voltam, és kardigán van rajtam, mint láthatjátok, de akkor is megérte kimenni, mert ezek a régi autók tényleg csodálatosak, és megéri megnézni, aki szereti az autókat, ezeket a régi autókat is. Van egy fajta hangulata az ilyen találkozóknak is, szóval ezzel telt a hétvégénk, hogy itt kóboroláztunk és nézelődtünk. Dorinának is nagyon tetszett, bár egy szívfájdalma volt. Nem láttunk régi Camarót, Dorinának nagyon tetszenek a régi Camarók. Sajnos itt nem volt belőle, nem tudtunk neki élőben mutatni, de ami késik, nem múlik, előbb-utóbb úgyis találunk egy ilyen oldtimer fesztivált, ahol majd biztos, hogy lesz. Ha esetleg mondjuk egy kifejezetten amerikai autós találkozóra mennénk, ott egész biztosak vagyunk benne, hogy lenne. Nem olyan régen voltunk egy másikon is, ott volt már Camaro, nem tudom, hogy ide teszek-e majd be róla képet, de nem az a fajta, hanem egyel újabb típus volt ott a találkozón. Na mindegy is.